A múlt héten a koszovói szerbek azt kérték a szerb kormánytól, írjon ki népszavazást Koszovóról. Alekszandar Vučić miniszterelnök helyettes akkor azt mondta, hajlandó fontolóra venni a kérést, cserébe azonban kéri, fogadják el a referendum eredményét, bármi is legyen az. Alekszandar Vučić azóta tett nyilatkozatában hangsúlyozta, a népszavazás kérdései között nem szerepelhet az, hogy Koszovónak Szerbiában kell lemaradnia. A kérdés legfeljebb az lehet, hogy ön támogatja-e a brüsszeli megállapodást, mondta Vučić a Prva televízió műsorában. Mint magyarázta, a megállapodás a módja annak, hogy Szerbia fennmaradjon, hogy ne szigetelődjön el, és hogy ne vezessenek be vízumkényszert. Ellenkező esetben, mint mondta, nem kíván részt vállalni a folyamatban. Annak, aki népszavazást kér, vállalnia kell annak eredményét is, így véli Ivica Dačić is. A szerb kormányfő szerint a többség nem ért egyet azokkal, akik referendumot akarnak és ellenzik a brüsszeli megállapodást. Az 1998. áprilisában megtartott népszavazásra is utalt. Akkor a szavazó polgároknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy elfogadnak-e külföldi segítséget a koszovói helyzet rendezéséhez. Akkor a lakosság több mint 94%-a ellenezte ezt. To bi bilo kao da stavimo na referendumsko pitanje kao što je bilo ranije ono da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko mjeseci posle toga dođuše tuđe čizme i ostadoše. Dačić azt mondta, Szerbiának ki kell használnia, hogy az utóbbi időben egyre jobb a nemzetközi pozíciója. Javítanunk kell a viszonyt a világ minden országával. Befektetőket kell vonzanunk, gazdasági fejlődés nélkül ugyanis tehetetlenek vagyunk, mondta a miniszterelnök. Eközben Leon Cohen, aki korábban a Koszovó státusáról tárgyaló belgrádi csoporttagja volt, azt nyilatkozta, hogy szerinte nem lenne sikeres egy most megtartott népszavazás. Mint magyarázta, a referendumon a szavazópolgárok több mint fele részt kell, hogy vegyen, a voksok többségének pedig ellenezni kell a megállapodást. Szerinte azonban ennyi embert nem lehet mozgósítani 15 nap alatt.